Napokon belül üzembe helyeznek 10 új térfigyelő kamerát a hegyvidék jelentősebb csomópontjainál. A hegyvidéki önkormányzat 2013-ban kezdte meg a térfigyelő rendszer kiépítését. A Városmajor Parkban 13 kiváló minőségű felvételeket készítő, éjjel-nappal látó, akár 200 méteren belüli arc és rendszám felismerésre alkalmas kamera működik. A csomópontokat a rendőrség szakemberei javasolták bűnmegelőzési szempontból. Kerül egy kamera ki a Csaba utcába, illetve két nyomvonalon a Böszörményi úton, illetve a Németvölgyi úton keresztül egészen eljutunk a Szent Orbán térig, az Apor Vilmos térig, illetve a Hegyalja és a Németvölgyi út csatlakozásáig. Kamerák lesznek telepítve a Csörsz utcába, és lesz kamera a MOM kulturális központ, a MOM sportközpont és a Gesztenyes kertbe is. A hegyvidéki önkormányzat a térfigyelő rendszer bővítése mellett a lakosságot érintő pályázatokkal is igyekszik tenni a közbiztonság javítása érdekében. Ez a hegyvidéken lévő gépkocsiknak a biztonságáról szól. Ennek az a lényege, hogy egy speciális GPS alapú védelmi rendszert lehet beépíteni lakcímkártyával rendelkezőknek a gépkocsiaiba. Normális esetben egy ilyen GPS rendszernek a telepítése körülbelül 150 ezer forintba kerülne. Az önkormányzat támogatásnak, tehát az önkormányzat megállapodásának köszönhetően 35 ezer forintból lehet telepíteni ezt a rendszert. A gépjárművédelem a hegyvidéken elnevezésű pályázat jelentkezési feltételeiről bővebben a hegyvidék.hu weboldalon tájékozódhatnak. Énekelni csak ritkán szokott, a filmeket viszont annál jobban kedveli, árulta el Pokorni Zoltán polgármester, aki az Én filmem sorozat vendégeként mutathatta be egyik kedvenc filmjét a MOM kulturális központ színpadán. A Dalok a konyhából című norvég szatíra gondolkodása ösztönzi a nézőt, és segíthet eldönteni, hogy kinek mi fontos az életben. A Dalok a konyhából ezzel együtt bővelkedik a burleszk-szerű jelenetekben és a szürreális helyzet komikumokban. Egyúttal pedig arra is felhívja a figyelmet, hogy felelősséggel tartozunk embertársaink iránt. Ez az, ami miatt a legtöbb kritikus elismerően ír a filmről. Az északi filmek nekem egy nagy felfedezés. Pokorni Zoltán polgármester azt mondja, a legtöbb személyes élménye a magyar filmekhez kötődik. Néhány éve azonban éppen a Dalok a konyhából révén felfedezett egy új filmkultúrát. Szerinte a dán, svéd és norvég filmek egy sajátos világot mutatnak be. Ha nagyon egyszerűen össze akarom foglalni ezeket az északi filmeket, majdnem mindegyik arról szól, hogy az élet az nagyon ócska, nagyon rossz, de mégis jó valahol. És ez segít az embernek a saját életét rendbe tenni. Az Én filmem sorozat februárban indult el dr. Váci János alpolgármester kezdeményezésére. Azóta minden hónapban más ismert ember mutatja be kedvenc filmjét. Dinamikus mozdulatok, rendületes előadás, Südi Illingó hosszú évekig versenytáncolt, a MOM sportban most másoknak mutatja a lépéseket. Azt mondja, egyre többen szeretnének megtanulni táncolni. A legaktívabbak a 10 évesek és a 30 év körüli felnőttek. Südi Illingó szerint a felnőtteknek nem csak a szórakozás miatt érdemes táncoktatásra járni, de kellően alkalmas arra is, hogy kondícióban tartsák magukat. Az izzasztó mozgás kiválóan égeti a kalóriákat, ráadásul új barátokat, ismerősöket is szerezhetnek. Két variáció szokott lenni általában a felnőtteknél. Az első az, amikor úgy jön be, hogy ő úgy gondolja, tud táncolni, na az nagyon sokan ki szokott derülni, hogy nem. A másik fele pedig azt mondja, hogy hú, ő tök botlábú és botfülű, tehát ő nem hall semmit és nem tud semmit letáncolni, viszont van kitartása hozzá. A MOM sportban tartott edzéseken latin táncokat és jazzt is tanítanak a gyerekeknek. A bemelegítés után a technikai elemeket sajátíthatják el az ifjú táncosok, akik kitartó munkával akár a versenyzésbe is belekóstolhatnak.